Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője, pedig Jobb Rodé, és nagy tisztelettel köszöntöm Kostur Andrást, a 21. század intézet elemzőjét, Szerbusz! Köszöntöm a hallgatókat! Egy kis beszámolóra hívtunk téged, ugyanis Kazasztánban jártál, és majdnem egy hónapot töltöttél az országban. Erről szeretnénk kérdezni, mit tapasztaltál. De még mielőtt ebbe belekezdünk, talán a magyar hallgatók számára Kazasztánnak a neve akkor vált igazán hát híressé, ha lehet ezt így fogalmazni, amikor egy pár évvel ezelőtt volt ott egy felkelés, egy tüntetés, még bőven az orosz-ukrán háború előtt történtek ugye ezek az események és akkor ott egy politikai fordulatra is sor került, amelyben valamilyen szinten az oroszok is érintettek voltak. Kérném, hogy egy nagyon picit vázlatosan foglald nekünk össze, hogy mi is történt akkor ott. Ugye onnan indulhatunk, hogy a függetlenség elnyerése után Kazaksztán elnöket, Tulajdonképpen pár évvel ezelőttig Nurszoltán Nazárbayev maradt, tehát egy közel 30 éves, most már kerek 30 éves regnálás után ő 2019-ben mondott le. Nyilvánvalóan az ő uralko, tehát elnöksége azért elég jelentősen rányomta a bélyegét az ország fejlődésére, különböző módokon, és nyilvánvalóan az emberek, tehát a társadalomban is ez különböző módokon csapódott le. Na most ugye 2019-ben ő végül önként lemondott, tehát egyszerűen az idősebb korára hivatkozva, és átadta a hatalmat Kaszim Zsomár Tokajevnek, a jelenlegi elnöknek, aki akkoriban házelnök volt, de korábban több magas beosztást is vitt a kazah vezetésben, tehát külgyminiszter és miniszterelnök is volt korábban és nyilvánvalóan a Nazarbayev hatalmi vonal folytatójának számítódott. Alapvetően viszont az ezt követő években egyfajta rivalizálás alakult ki a Nazarbayev körüli érdekcsoportok, illetve a Tokajev körül, között, hiszen az új elnök megpróbálta a saját hatalmi pozícióit erősíteni, és az egyébként még mindig jelentős befolyással bíró elnöknek, és lehetőleg az elnök környezet, volt elnöknek, és a volt elnök környezetének a, a különböző tehát még befolyási hálózatait valamelyest visszafogni. Ugye egy, ezt ugye a kazah politikát elemzők úgy írták le, hogy a, a, könyvtár az akorda ellen, hogy az akorda az a, 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 az elnöki palota Kazaksztán fővárosában, Asztanában, a könyvtár pedig onnan, onnan, kapta a nevét, hogy miután lemondott az elnöki hatalomról, Nursz után Nazarbayevnek a központi irodája, az, az ő róla elnevezett, szintén a fővárosban található, az elnöki irodától egy nem messze fekvő könyvtár lett. És ennek a két erőközpontnak a rivalizálásáról szólt a 2019-től nagyjából 2022 ig tartó időszak, amikor 2022. januárjában országszerte zavargások törtek ki. Ezeknek az előzete alapvető indoka, most az ürügyét, közvetlen ürügyét azt, az jelentette, hogy megemelték a Kazaksztánban népszerű üzem, gáz alapú üzemanyagnak a, a, az árát, és ez ugye sokakat, főleg az országnak a szegényebb nyugati régióiban rosszul érintett, de nagyon hamar átterjedtek a, a tüntetések az ország többi részére, hamar politikai színezetet is nyertek, tehát a Nazarbayev korszaknak a leváltását követelték, ö, hiszen ugye az elnök befolyása tovább él, továbbra is nagyjából ugyanabban a mederben zajlottak tovább a dolgok, mint, mint az azt megelőző 30 évben, és ez sokak számára, ez sokaknak úgymond nem tetszett. És viszont a tüntetések nagyon rövid időn belül nagyon erőszakos összecsapásba összecsapásokba torkolódtak, főleg a régi fővárosban, az ország régi fővárosában, Almatiban. Ugye itt, ha jól tudom, több mint 150 ember meghalt ezekben az összecsapásokban, mind a rendvédelmi erők oldaláról, mind a, a, a tüntetők, vagy, vagy ugye nehéz lenne pontosan megnevezni, hogy kikről is van szó, hiszen ténylegesen mai napig nem teljesen világos, hogy kik voltak azok, az egyébként felfegyverzett, tehát gépfegyverekkel is felfegyverzett emberek, akik a tüntetések kitörése után néhány nappal megjelentek az ország utcáin, és ténylegesen fegyveres összecsopásokká fajultak miattuk a dolgok. Most a zargásokat végül leverték, ebben inkább szimbolikus szerepet játszott Oroszország, illetőleg a kollektív biztonsági szerződés szervezete. Ugye a kollektív biztonsági szerződés szervezete egy a NATO-hoz hasonló, de a térségben működő szervezet, aminek néhány volt szovjet tagköztárság a, 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 tagja. Ezeknek az erői vonultak be, de inkább demonstratív jelleggel Kazasztánba, tehát ők harcokban nem vettek részt, viszont abban a pillanatban, amikor az ő bevonulásuk megkezdődött, a harcok ugye csitulni kezdtek, és a, az ellenállása a tiltakozóknak, vagy zavargóknak, vagy ahogy a kormány nevezte őket, a terroristáknak ugye jelentősen csökkent. Ugye itt azt, hogy terroristákról van szó, szóval azt nem feltétlenül kell puszta retorikai fordulatként érteni, hiszen rengeteg felvétel látott napjánkat, hogy ténylegesen, tehát ezek a Eredendően, tehát, a, a, tehát a, a magukat a tüntetőkhez soroló személyek tényleg, tehát hogy éles lőfegyverekkel csaptak össze a katonákkal és a rendőröket, tehát itt nyilvánvalóan nagyon súlyos erőszakos cselekményekre került sor, nem csak békés tiltakozásokra és rövid időn belül tehát sikerült rendezni a helyzetet. Az elnök Tokajev hatalma nem rendült meg, tehát stabilizálni tudta a hatalmát, szóval nyilvánvaló volt, hogy valamelyest változásokat kell, valamilyen változások irányába kell elmozdulni az országban. Ez azért is volt kézenfekvő, mert legalábbis a jelenlegi hivatalos álláspont szerint ezeket az erőszakos zavargásokat valójában a volt elnök környezetének néhány tagja robbantotta ki. A főkolomposként Karim Massimov lett elkönyvelve, aki sokáig a kazak nemzetbiztonsági szolgálatot vezette, tehát a belföldi titkosszolgáltnak volt a feje, és őt több mint 15 év börtönre ítélték tavaly, és őt, őt, tartják, őt, őt tartották fölösnek azért, hogy ezeket a fegyveres összecsapásokat gyakorlatilag megszervezte, azzal a célral, hogy elmozdítsa a hatalmából Tokajev elnököt, és ilyen szempontból egy tehát hogy a, ennek az érdekkörnek a pozícióit erősítse. Ennek hatására Tokajev megkérdetett egy óvatos, tehát nem kimondott, de nyilvánvalóan efelé irányuló, de Nazarbayevizációs folyamatot, aminek a lényege az volt, hogy a Nazarbayev körül kialakult kultusz bizonyos elemeit visszafogták, illetőleg a gyakorlat értelme pedig az volt, hogy nazárbajev elnök maradék hatalmát, illetőleg az ő környezetébe tartozó személyeknek a hatalmát jelentősen visszavágták. Nazarbajev esetén ez már annyira nem jelent jelentős változás, tehát Nazarbayev már nagyon idős, az elmúlt években a, a, az egészségi állapotával kapcsolatban is érkeztek olyan hírek, miszerint már nincs túlzottan jó formában, és ilyen szempontból az, hogy megfosztották őt a pozícióitól valószínűleg hosszú távú perspektívában nem igazán jelent már túl jelentős változást, viszont a környezetébe tartozó érdekcsoportoknak a befolyás az nyilvánvalóan a, a, a kazak belpolitikai viszonyok szempontjából egy jelentős változást jelent, viszont nyilvánvalóan nem csak a pozícióharcok voltak az egyetlen következményei ennek a változásnak, hanem valamelyest ugye kifelé is megpróbálta a Tokajev rendszer azt mutatni, hogy szakít a Nazarbayev korszakkal abban az értelemben, hogy egy jóval úgymond liberálisabb, egy demokratikusabb, tehát egy nyitottabb rendszer próbálnak felépíteni, tehát hogy így például lejjebb vitték a parlamenti bejutási küszöbb, böt, jó jóval több párt tudott bejutni, most már tavaly változt, idén, idei parlamenti választásokon a, a parlamentbe ugye egy alkotmányreformot is hirdettek, ami népszavazás útján erősítettek meg, ez például szintén kivette a, a Nazarbayev mint első elnök, és mint elbaszített nemzetvezető titulusát az alkotmányból, tehát ilyen jellegű változások történtek, amelyek afelé mozdultak, mozdították el a rendszert, hogy tényleg a, nyit, a saját nyitottságát próbálta hirdetni, a kormánypártot is átnevezték, ugye korábban Núrottának nevezték, most Amanátnak, tehát ilyen szempontból igyekeztek egyfajta elhatárolódni valamelyest a korábbi időszaktól. Ez egyébként nem jelent teljes szakítást, tehát nem szabad ugye ezt félreértelmezni se. Nincs szó arról, hogy teljesen irányt váltott volna a, a kazak politikai rendszer, tehát jó részt ugyanazok a, az érdekcsoportok maradtak hatalma, ugyanaz a párt csak egy másik név és másik logó alatt, illetőleg Nazarbayev tekintélyét sem rombolták le, tehát az elmúlt 30 évvel nem akarnak élesen szakítani, egyszerűen annak úgymond a vadhajtásait próbálják egy kicsit lenyesegetni, hiszen ugyanúgy, hogyha re rengeteg helyen találkoznék, az aztán mai napig az volt elnökről elnövezett utcákkal, a volt elnök szobraival, a volt elnök által mondott dolgok, tehát különböző idézetek kihelyezve a különböző intézményekben szintén megtalálhatóak, tehát tehát még mindig jelen van, tehát még mindig erős nyilván Nó Szoltán évnek a tisztelete, viszont megpróbáltak azoknak is kedvében járni, akik adott esetben ezzel elégedetlenek voltak. Hogyan lehetne jellemezni a kazak politikai rendszert, és ha mondtad, hogy olyan éles váltás nem jött itt Tokajevnek a váltása nyomán, de mégis azért változott valamennyit maga a politikai rendszer. Ugye azt lehet -e olvasni, hogy Tokajev ugye egy új reformcsomagot jelentett be, amikor történtek ezek a, ez a januári tragédiának nevezett eseménysorozat, és a második köztársaságon, második köztársaságon dolgoznak. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hát maguk ugye a reformok nyilván a felé mutatnak, hogy valóban egy, tehát hogy a korábbiakhoz képest demokratikusabb berendezkedést próbálnak kiépíteni. Más kérdés, hogy ugye ténylegesen mit fog ez jelenteni, azt bosznak csak évek múltán tudjuk megmondani, tehát ez azért egy friss, nemrég kezdődött folyamatról van szó. Nyilván az már valószínűleg érződik, hogy bár egyébként, tehát Kazasztán alapvetően nem tartozott a térség leginkább autoriter államai közé, ilyen szempontból mindig is, tehát hogy jelen volt alapvetően, voltak ellenzéki pártok, volt ellenzéki sajtó, tehát nem, nem, nem fél totalitárius rendszerként kell ezt elképzelni, nyilvánvalóan ehhez képest is próbáltak, a viszont a korábbiakhoz képest is próbálnak még tovább lazítani a, a különböző ö, dolgokon. Nyilvánvalóan itt a döntő kérdés nem is annyira a politikai hatalomnak a kérdése, hiszen ez egy ö, talán gazasztánban is viszonylag is szűkebb réteget érintő kérdés, illetve ö, alapvetően a, a politikai. Berendezkedés és politika a politikai irányvonallal, valószínűleg az azok többsége valóban elégedett. A problémát inkább a szociális kérdések jelentik, tehát az, hogy a Nazarbayev korszak alatt az ország javai egyenlőtlenül oszlottak el, ezt mind regionális értelemben, mind ugye társadalmi csoportok értelmében is kell érteni. Nyilvánvalóan ez az, ami, ami ilyen szempontból politikai színezetet is öltött, hiszen nyilvánvalóan ennek a haszonélvezői nagyon gyakran természetesen a hatalmaz közelállók voltak, és hogy ezen próbál a jövőben valószínűleg szintén változtatni, tehát ugye ez a szociális vonal is megjelenik a, a, az új politikai vonalvezetésben de valószínűleg nagyon éles törés, nagyon éles törésre, nagyon éles változásokra a Kazasztánban sem kell számítani, tehát alapvetően a tavalyi válságot is viszonylag könnyen átvészelte annak, tehát ahhoz képest, hogy milyen hirtelen kirobbanós, milyen súlyos, milyen erős képek érkeztek ugye az országba, ahhoz képest viszonylag könnyen átvészelt az ország ezt a válságot, és ma már nem igazán érződik, főleg egy olyan labilis helyzetben, mint ami most van ugye a nemzetközi szintéren, tehát például Oroszország és Ukrajna között, az valószínűleg szintén felé hat, hogy a, illetve a tai zavargásoknak a a, a káosznak szintén afelé hathat, hogy a társadalom ö, inkább a stabilitás mellett ö, teszi le a voksát. Nyilvánvalóan a tavalyi, meg az idei választások is mind arról szóltak, hogy megerősítették újfent a fennálló rendszert, tehát hogy a jövőben nem igazán kell például tá szerintem társadalmi ö, krízisre, jelentősebb, újabb politikai válságokra számítani az országban. Itt arról az volt a fontos kérdés, hogy hogyan sikerül ezt menedzselni, ma már nem, tehát azokat a feltörő problémákat, amelyek ugye a tajzargásokhoz vezetek, hogyan sikerül menedzselni, úgy tűnik, hogy ez sikeresen levezényelte a fennálló rendszer, és például egyáltalán nem érződött ilyen szempontból az ott létünk alatt valamiféle politikai társadalmi feszültség, tehát az, hogy lenne valamiféle elfolytott indulat a mélyben, ami bármikor kirobbanhat. É. Ugye a Nazarbayev kormányról, vagy az ő vezetői posztjáról, illetve a vezetői személyiségről azt le, olyan híreket lehetett hallani, hogy ő inkább orosz barát, és a Tokajev pedig inkább a nyugathoz szeretne közelíteni. Ez nagyon leegyszerűsítő? <sínt> <sínt> Igen. Igen. <sínt> Akkor hogy van ez? <sínt> hát nyilván alapvetően Nazarbayev is és Tokajev is leginkább a kazakh érdekeket, tehát a Kazasztán érdekeit igyekezett képviselni a nemzetközi szintéren is. Oroszországtól egyikük sem zárkózott el. Nazarbayev volt például az, aki 94-ben elsőként megkérdette azt, hogy egy eurázsiai integrációs szervezetre lenne szükség, tehát ugye a ma fennálló eurázsiai gazdasági uniónak a ilyen szempontból a gyakorlati politikai alapjait ő rakta le még 94-ben, egyébként egy Moszkvában a Lomonoszó Egyetemen elmondott beszédében, tehát és mindig is igyekezett a, 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 a integrációnak az egyik motorja lenni jó kapcsolatokat tartott fenn végig Moszkvával, viszont ez nem akadályozta meg abban, hogy Kínához is adott esetben közel legyen, hogyha a gazdasági érdeke úgy kívánta, ugyanúgy beengedték a nyugati tőkét is, tehát még az ország, tehát ilyen stratégiai ágazataiban is, mint például az olaj és a gáz kitermelés szintén jelen van a nyugati tőke, tehát jó kapcsolatokat ápolt mindig az Egyesült Államokkal is, tehát például részt vettek igazabban a közép térség nagy része ugye részt vett például az afganisztáni e, akcióknak a, 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 infrastruktúrális és logisztikai támogatásában, tehát e, egyfajta kiegyensúlyozott politikát e, próbált folytatni e, Kazasztán, amiben viszont súlyponti szerep jutott azért az orosz kapcsolatnak és a posztsovjet kapcsolatoknak. E, Tokajev idején ezek jó részt megmaradtak, tehát azért jelzésértékű, hogy újraválasztása után az, elnök még mindig Moszkvába utazott először, és rendszeresen találkozik az orosz vezetőkkel is, illetve a többi volt szovjet vezetőivel is, tehát itt van azért egy olyan fajta kötelék, ami, ami, ami továbbra is fennáll, tehát ez nyilván kulturális is, politikai is, és gazdasági is, a jelenlegi konfliktusban természetesen az aztán nem állt egyértelműen Oroszország oldalára, viszont nem is szakított vele, tehát ez semleges álláspontot foglal el, ami azt jelenti, hogy nem fogadja el a, például a területi változásokat, vagy egyébként a világ legtöbb országa ugyanúgy nem fogadja el, beleértve több egyébként Oroszországgal valóban szövetségesi viszonytápoló országot, tehát ha jól tudom még az irániak sem. Fogadták el ezeket. Tehát, nagyon, tehát a területi változásoknak az elismerés az egy nagyon kényes kérdés, és általában mindenki igyekszik ettől távolságot tartani, viszont ez nem gátolta meg Tokayevet abban, hogy továbbra is jó kapcsolatot tartson fenn Oroszországgal. Ez nyilvánvalóan nem egy egyoldalú viszony, tehát nem lehet azt állítani, hogy Kazasztán például Oroszország érdek szférájában lenne, azt sem állíthatjuk viszont, hogy már kiesett volna az érdek szférájából, tehát nyilván van jelen nyugati befolyás is, bár az kisebb, jelen vannak a törökök is, és természetesen leginkább jelen vannak a kínaiak is. Nyilván most, hogyha a globális geopolitika szempontjából nézzük, akkor most a kínai és az orosz vektor is nagyjából egy irányba mutat, és a török sem feltétlenül üt nagyon élesen ettől. Tehát van itt egy tehát, tehát, nyilvánvalóan egyik sem tekintető túlzottan nagyon élesen nyugatbarátnak, ilyen szempontból a Kazasztán és jelenlegi semleges álláspontja az mind a három ország szempontjából, ami jelenleg például befolyással bír Kazasztánban megfelelő, hiszen ő, ők maguk is hasonló politikát folytatnak. Nyilvánvalóan az oroszok számára hizelgő, illetve kedvező lenne, a Kazasztán élesebben támogatná őket, ez azonban picit logikátlan lenne, hiszen Kazasztánnak a helyzete sok szempontból hasonló Ukrajnáéhoz, hogyha például a nyelvi vagy etnikai kérdéseket, sekre gondolunk, hiszen jelentős orosz kisebbség is él Kazasztánban, illetőleg nagyon sok egyébként etnikailag kazah személy is a hétköznapokban az orosz nyelvet használja, itt nagyon sok helyen, a, főleg a nagyvárosokban a kommunikáció elsődleges, vagy, vagy legalábbis párhuzamos nyelve az orosz, tehát ilyen szempontból nyilván aggodalmak valószínűleg Kazaksztánban is vannak ezzel kapcsolatban, de ezeket sikerült ugye Kazaksztánban kezelni, tehát ezt a problémát úgy kiaknázni, illetve olyan szinten konfliktusossá tenni, mint ami ugye Ukrajna-Soroszország viszonylátában történt, az Kazaksztánban nem sikerült, és nem is nagyon sikerülhet, hiszen a, ott a, a, az ottani vezetés azért egy jóval, jól megfontoltabb álláspontot foglalt el ebben a kérdésben szűk egy hónapot töltöttetek Kazasztánban, és melyik részén voltatok? Ugye beszéltél már itt arról, hogy szociálisan is elég megosztott, vagy hogy Nazarbayev alatt nem volt megfelelően elosztva, úgymond, tehát a szociális lehetőségek nem voltak egyelőek. Azt is lehet olvasni egyébként, hogy a leggazdagabb posztsovjet országként definiálják sokan Kazasztánt, mert rengeteg természeti kincs, kőolaj, földgáz urán, különböző nemes fémek találhatók, de úgy tudom, hogy Ezeknek sem egyelő az elosztása természetesen, hanem egy bizonyos régióra korlátozódik. Ti hol jártatok, és ott mit tapasztaltatok? Mi Karagandában töltöttük a legtöbb időt, de jártunk Asztanában is, Almatiban is. Ugye nyilván nem feltétlenül, tehát maguknak a kincseknek az elosztása, és az, hogy hogy hova jut az azokból származó gazdagság, az nem, nem feltétlenül mindig esik egybe, tehát például az ország elsődleges ilyen energiahordozó kitermelő régiói, azok a nyugati területeken vannak, viszont alapvetően az számít sok szempontból az egyik leg, legszegényebbnek, illetve az ország déli területei, de az déli területeken is kiemelkedik viszont a két nagyváros Almati meg Simkent vagy Csimkent, amelyek, amelyeknek nyilván szintén magasabb az életszínvonal, és rengeteg karrier lehetőséget nyújtanak, például akár a vidékről érkezők számára és Nyilván az ország északi részén pedig ilyen ugye asztana, a, 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 szinte a földből kinövő főváros, ami egy modern nagyváros, tényleg olyan érzése anné az embernek, mint hogy ez most lett volna kicsomagolva, folyamatosan zajlanak még az építkezések, nagyszabású óriási építkezések, tehát ez egy ilyen felhőkarcolókkal teletűzdelt, bár nyilván nem nagy, túl magas, de, de azért csak tehát hogy toronyházakkal, mondjuk itt talán így pontosabb teletűzdelt nagyváros óriási terekkel, és tényleg egy újonnan felépített város, ami, ami nyilvánvalóan szemmel vonzza egyébként az ország tőkerősebb lakóit is, és adott esetben akár máshonnan is, tehát más országokból is képes bevonzani embereket. Ehhez képest mondjuk Karaganda nyilván inkább egy ilyen Picit ütőt kopott, de barátságos is, és, és láthatóan ilyen ö, életszagúbb és már belakottabb poszt városnak a... a képét festi, ennek ellenére ugye a karaganda is azért fejlődik, tehát ott is tapasztalható ez, hogy az korábban be nem épített területeken szintén nőnek ki ezek a, az óriási toronyházak, amelyek elsősorban a lakóparkoknak épülnek, tehát hogy ott is, ott is van erre igény, ott is van azért van, vannak nyilvánvalóan tehetősebbek, tehát látszik az, hogy azért a fejlődés, tehát azokon az országnak az azon a részein, amelyeken mi jártunk azért érezhető, hogy folyamatosan gyarapodik az ország, tehát nem vanféle agóniát érez az ember, hanem, hanem azt, hogy látszik, hogy van még mind dolgozni, látszik, hogy van még mit bepótolni, de de tényleg előre halad az ország, tehát, épp, tehát az az építkezéseknek a léptékén, mértékén ö, nagyon látszott. Ilyen szempontból ö, nyilván, tehát aztán az Kirívó, tehát például, de, de Karagandában is jelen van, ez, tehát érezhető, és egyébként. Ö, Mondjuk, hogyha szolgáltatásokra gondolok, akkor nyilván minden elérhető, minden megtalálható mindenhol. Tehát, hogy alapvetően egy tehát élhető, lakható országról van szó, és ez valószínűleg eléggé kiterjedt. Nyilván, mivel óriási területű országról van szó, ezért nagy különbségek is lehetnek. Tehát, például azokban a falvakban, amelyek a nagyobb városoktól és így a főutaktól távolabb esnek, valószínűleg az életszínvonal is más jellegű lehet. Ugyanúgy például, vagy azokban az ország részekben, amelyek tényleg ezekből a, tehát a jelenlegi fejlesztési projektekből valamilyen szempontból, valamilyen okból kimaradnak, ott nyilván más. Tehát, hogy lehetnek problémák, de alapvetően az ország egész láthatóan fejlődik. Ugye az északi terület az, ahol nagyszámú olyan orosz, azt nem mondom, hogy oroszok élnek ott, vagy csak orosz nyelven beszélnek, ezt meg kérlek tettet helyre, és hogy rájuk most hat -e ez az orosz-ukrán háború, illetve az a nemzetközi feszültség, amely az orosz népet is valamilyen módon érinti, és az lenne a másik kérdés, hogy ugye Oroszországban is azért volt egy, vagy van egyfajta mozgósítás, és voltak olyan hírek, hogy onnan is jöttek el sokan, akik katonakorúak, hogy például ott számolnak Ilyen, ha nem is menekült áradattal, de plusz emberekkel? Hát ugye, Ez egy összetett kérdés volt. Igen. <laughs> Orosz, tehát Kazasztán, ugye sok nemzetiségű ország. Tehát a szovjet időkben rengetegen települtek be a Szovjetunió más régióiból Kazasztánba. Vannak olyanok, akik a lehetőségek, vagy a különböző, tehát hogy a fejlesztési projektek, terv alapú, tehát az ország kiépítése során maguktól jöttek az orsz, tehát Kazasztánba, és vannak olyanok, akik kevésbé önszántukból, tehát ugye a legtöbb az ország nyugati, vagy akár távokáti részéből deportált népcsoport az Kazasztánban, illetve más közép országokban kötött ki, tehát és mai napig jelentős számú, ugye a német, a csecsen vagy a kóreai kisebbség az országban, akik, akik ezeknek a deportálásoknak estek az áldozattául, a kóreákat 37-ben a távolkeletről vitték át Közép-Ázsiába a németeket ugye a második világháború kitörése után, poshában 41-ben. Tehát, tehát ilyen amikor a... voltak, arra gondolsz? Uh, Vagy ugye ez más? Ez egy picit más, tehát ugye a, a Gulág az konkrétan, tehát egy büntetésvégrehajtási intézet volt, itt uh, ugye teljes népcsoportok áttelepítéséről van szó, más kérdés, hogy módszereiben uh, nem feltétlenül, és sajnos gyakran ugye végeredményében sem sokszor sokban különbözött ez a fajta. Um, tehát a két dolog, nyilván ezek a, tehát az áttelepített népcsoportok ugye formálisan szabadok voltak abban az értelemben. Azt leszámítva, hogy ugye a kijelölt területekre kellett, kellett költözniük, és nyilván ezt nagyon rövid idő alatt, tehát gyakran erőszakos úton hajtották végre, ugyanúgy, tehát ezeket a hosszú, tehát a Szovjetunión átívelő utakon, ugyanúgy marhavagonokban szállították őket, és ezekbe a távoli helyekre, tehát hogy rengetegen maguknak, tehát már a deportások során ugye meghaltak, aztán ott pedig nagyon gyakran a tulajdonképpen a pusztán tették ki ezeket az embereket, aztán, és, és kezdjenek magukkal körülbelül, amit szeretnének. Ennek rengeteg áldozata volt természetesen, viszont érdekesség ennek a kérdésnek, hogy Kazasztán egy másik irányból próbálta megközelíteni a mai Kazasztán ezt a kérdést, és azt próbálják ebből a történetből hangsúlyozni, azt emelik ki ennek a, a úgymond pozitív oldalát, hogy ugye a kazak nép, a helyiek, akik egyébként ugyanúgy szűkölködtek ezekben az években, tehát itt a 30-as évektől, tehát az éhénységtől, a, a sztájn repressziókon át a második világháborúig tartó időszakról beszélünk, amikor ugye különböző okokból, de a kazakok is, tehát értelműen az egész Szovjetunióban nagyon gyakran ingadozó volt mondjuk így az életszínvonat, azok körében is, akiket mondjuk közvetlenül akár nem érintettek ezek a ö, problémák. Azekben az időkben ugye a kazahok ö, ö, befogadták ezeket az embereket, segítették őket, és ugye ez egy fontos ö, eleme ma a kazak nemzetiségi politikának az, hogy az ide került kisebbségek, azok úgymond integrálódtak a kazak népbe, és megőrizték ugye a kulturális önazonosságukat, tehát Kazaksztán támogatja azt, hogy a különböző kisebbségek megőrizzék a saját kultúrájukat, és viszont a kapcsolatukat pedig arra helyezik ki, hogy tehát ezek a kisebbségek tulajdonképpen hálásak azért, hogy a nehéz időkben segítséget kaptak a kazak néptől, és így tulajdonképpen kölcsönösen támogatva egymást vészelték át ezeket a nehéz éveket. Tehát ez egy fontos sarokpontja a Kazak nemzetiségi politikának és az emlékezet politikának is, ami ez a ö, koncepció nyilván arra épül, hogy az országon belül a nemzetiségi békét ö, megőrizze. Ugye a, az orosz szok, az orosság, az orosz nyelv helyzete ebben a, annyiban Más egy picit, hogy nyilván ebben a sok nemzetiségű kavalkádban az orosz volt a közvetítő nyelv, és hát nyilván a Szovjetunión belül is az orosz volt a közvetítő nyelv, így természetesen a kazasztáni kulturális életben is dominanciára tetszett az orosz nyelv. Ez a 91 után megfordulni látszott, részben nyilván a kazak vezetés is igyekezett a kazak nyelv pozícióit erősíteni, tehát azzal, hogy a hivatalos, tehát addig formális hivatalos státuszát valódivá tegyék, tehát hogy ténylegesen mindenhol megjelenjen a kazak nyelv. Másik oldalról viszont nem próbálták erőszakosan kiszorítani az orosz nyelvet, viszont van egy természetes folyamat, ami segíti a kazak nyelv terjedését, tehát az, hogy az oroszok száma kazasztánon belül csökken, Ugye részben az elvándorlások miatt is, részben pedig a demográfiai különbség miatt, másrészt a kazak lakosságnak a száma pedig nő, tehát egyre többen vannak azok, akik kazah etnikumúak Kazasztánon belül. És ez a folyamat, is ahhoz vezet, hogy a kazakh nyelv szerepe nő. Természetesen ez nem egy problémamentes folyamat, mind a két népcsoportban, tehát a és orosz részről is vannak olyanok, amelyek, akik, akik, ugye a saját nyelvük pozícióit a keleténél jobban védenék, tehát vannak olyanok, akik nyilván, tehát vannak természetesen ott is, ugye, akik, akik orosz területként látnak szívesen legalábbis Kazasztánnak egy részét, vagy teljesen visszaintegrálnák az orosz felhatóság alá, és nyilván vannak olyanok is, akik viszont a kazaknyelv nyelv pozícióit erősítenek, és teljesen kiszorítanák az orosz nyelvet, mert éppen attól tartva, hogy majd az oroszok elhivatkozva egyszer valamit ugyanúgy, mint Ukrajnában itt is tehetnek. De ezek alapvetően marginális csoportok, nem igazán jutnak szóhoz a központi politikában, tehát nincs olyasfajta jelentőségük, mint amire Ukrajnában például szertettek az ukrán nacionalisták, a nacionalizmus, bár jelen van egyre inkább az elmúlt években, és ezt az oroszok helyenként sérelmezik is, és ez néha konfliktust is okozza a két ország kapcsolatában, és nyilván a két ország radikálisan ilyen szempontból folyamatos vitában is állnak egymással, de, de alapvetően ez a hétköznapokban nem feltétlenül érződik, legalábbis a nagyvárosokban, ahol mi jártunk, ott alapvetően párhuzamosan használják egymás mellett a, a, két nyelvet, a legtöbb felirat kétnyelvű, és, és nem igazán jelent viszont problémát, hogyha az ember az egyik vagy a másik nyelven szólal meg, nyilvánvalóan ez persze turistaként úgy vagy vendégként nem feltétlenül annyira megállapítható, mint helyiként, de tehát hiszen vannak egyébként hétköznapi, tehát hallottunk arról, hogy vannak egyébként adott esetben problémák, amikor egyik vagy másik nyelv tudását vagy nem tudását számon kérik, de ezek még, még, még talán a kezelhető Tolálható. mértéken belül vannak, és ez egyszerű hétköznapi konfliktusokon nem igazán nőnek túl. Igen, nagyon összetett kérdést tettem föl az előbb, de akkor visszakanyarodva még egy picit arra, hogy ha-e erre az orosz nyelvű népességre ez a háború, amit most látunk, illetve, hogy tapasztaltatok-e akár ti, akár beszéltetek olyanokkal, akik tudják, hogy vannak olyan orosz katonakorú férfiak, akik a háború miatt esetleg. Jöttek át erre a területre. Arról hallottunk, hogy az országba érkeztek az elmúlt egy évben oroszok, általában magasan képzettek, tehát mérnökök vagy informatikusok, akik nagyon gyakran ugye a fővárosban vagy a környékén telepedtek le. Panaszkodtak a, a, azokkal, akikkel tudtunk beszélni azzal kapcsolatban, hogy emiatt az ingatlanárak jelentősen megnövekedtek az elmúlt másfél évben. Tehát ilyen jellegű hatása van nyilván is. A, valószínűleg a nagyvárosokra vonatkoztatható elsősorban, tehát ilyen hatása van. Ennek a háborúnak egyébként maga a háború jelenítette tehát az, hogy szomszédos országban háború van, az nem igazán érződött, tehát ö, nem is igazán hozta fel senki sem ezt a témát. Ha szóba került, a legtöbbször annyit mondtak, hogy Kazasztán ugye semleges, tehát hogy ki akarnak maradni az egészből, tehát általában ennyivel zárják le a témát és ez nagyjából a, a, a különböző közönyi kutatásoknak, felméréseknek is a képét tükrözi, tehát az országlakosságnak a többsége a, a semlegesség mellett áll. Tehát, hogy azt tartja elsődleges szempontnak, hogy Kazasztánt ez a konfliktus közvetlenül ne érintse. És a, a, ugye a két említett ugye, radikális kisebbség a két szélen, az nyilvánvalóan ö, oldalt választott, tehát nyilván kazak-nacionalisták inkább az ukrán oldalra húznak a, az oroszok pedig, pedig természetesen oroszország oldalán, nyilván nem minden orosz, hanem azok, akik radikálisabban orosz pártiak. Kazasztánból viszont ez nem érződik a hétköznapokban. Ezek voltak tényleg kevesen, vannak és nem feltétlenül próbálják a, a saját nézeteiket ilyen szempontból erőltetni, de tehát nyilván sok mindenfélével találkoztunk, tehát volt olyan taxis sofőrünk is például, akinek a Szent György szallag, tehát ez a narancsága-fekete a szalag, ami ugye az orosz nacionalizmus egyik szimbólumává vált az elmúlt években volt a, a visszapillantó tükrére akasztva, és volt olyan is, aki pedig éppen ellenkezőleg, tehát, hogy a, az oroszokkal kapcsolatban, egyébként orosz nyelven, hiszen ugye velünk úgy tudott kommunikálni, de panaszkodott. Tehát vannak ilyenek, de ez alapvetően Kisebbség és nyilván a többség számára a legfontosabb szempont az, hogy tényleg kimaradjanak a háborúból, és ez a semlegesség viszont ugye azzal jár együtt, hogy a kapcsolataikat Oroszországa nem akarják közben felszámolni, hiszen az túl túl ö, komoly érvágást De lehet is. ebben a térségben semlegesnek maradni hosszú távon. Ö, ö, nagyon kevés időnk van, de azért még ezt a kérdést hagyd tegyen föl gyorsan. Mennyire érzékelnek a kazahok mondjuk nemzetközi nyomást ezzel kapcsolatban? Ugye az Európai Bizottság, illetve a döntéshozóknak volt olyan javaslata, ötlete, még ami nem jutott komolyabb ö, ö, szintekre, hogy azokat az országokat is szankcionálni kellene, akik segítenek Oroszországnak kiátszani a szankciókat, és ezek között Kazasz Kazasztán is szerepelt több más ilyen poszt-szovjet térséggel együtt. Tehát mondjuk ha az Európai Unió, vagy mondjuk így, hogy a Nyugat valamilyen módon szankcionálná Kazasztánt, amiatt, mert nem építi le az orosz kapcsolatait, akkor már nagyon nehéz lenne semlegesnek maradni, mert akkor valahol állást kéne foglalniuk, nem? Hát igen, viszont ugye ennek több, tehát hogyha a Kazasztán szempontjából nézzük, akkor nyilván a kazak, hivatalos álláspont az, hogy ők a szankciókat természetesen nem szegik meg semmilyen módon, és ilyen szempontból nem segítik Oroszországot, a gyakorlatban valószínűleg ez nem teljesen van így. Valószínűleg a, tehát hogy legalábbis közvetítőként Kazasztán is az egyik olyan ország lehet, amelyeken keresztül például be tudnak szerezni olyan termékeket, amelyeket már közvetlenül nem tudnak elérni az oroszok. Nem feltétlenül kell itt egyébként a, feltétlenül a fegyverszállításra kapcsolatos dolgokra gondolni, az, az kapcsolatban nyilván nem tudhatunk, hiszen ezek vannak valószínűleg a legjobban elrejtve a szem elől, de, de akár ugye a hétköznapi termékek kapcsán is rengeteg minden ugye kiszorult Oroszországból, viszont nem tűnt el, nyilván valahonnan ezeket beszerzik, és ez a valahonnan az egyik ilyen valahonnan lehet pont Kazaksztán. Nyilván formailag valószínűleg nem szegik meg ezáltal a szankciókat, a gyakorlatban viszont nem tehát, hogy valószínűleg Kazaksztán az egyik ilyen közvetítő ország, amelyeken keresztül például meg lehet kerülni ezt a, a kis bolykotot, hiszen látható, hogy Oroszország azért nem lett teljesen elszigetelődve, nem továbbra is érkeznek oda áruk. Másik részről nyilvánvalóan Kazasztán is igyekszik megfelelni annak, hogy, hogy azért ne legyen túl látványos ilyen szempontból a szankcionált területeken a kapcsolata. Oroszországgal, tehát például a MIR bankkártyák használatát is hajóton felfüggesztették. Az aztán van, tehát hogy vannak ilyen ö, e, e felé mutató dolgok is, de nyilvánvalóan ezek, ezek is sok szempontból lehet, hogy éppen a többi gazdasági kapcsolatnak inkább a fedezéséül ö, szolgálnak. Tehát nyilván itt minden országtól megkövet ez a jelenlegi helyzet egyfajta óvatosságot. Az, hogy milyen esélye van annak, hogy szankciók alá vonják Kazaksztánt is, ö, valószínűleg addig, ameddig politikailag nem kötelezi el magát Kazasztán Orszország mellett, erre nem kerül sor, hiszen ö, Ugye a szankciós rendszer kiterjesztésének van egy hátulütője, minél több ország van szankcionálva, azok annál inkább tudják segíteni egymást, és ilyen módon, ugye, ha hirtelen például a szankcionált országok többen lesznek, mint azok, akik a szankciókat kisújt, kivetették, akkor értelmesen fordítva fog az egész működni, és azok szigetelik el magukat, akik a szankciókat be akarták vezetni. Tehát, hogy azért ennek van egy határa, és nyilvánvalóan itt az a, nem Kazasztán a legjelentősebb ország ilyen szempontból, amit nem lehetne szankcionálni, de, de azért sok mindent figyelembe kell venni a nyugatnak, például azt, hogy ugye mivel Oroszország, Belarus és Ukrajna kiesett a Kína és nyugat közötti kereskedelmi útvonalakból, ezért Kazasztán jelentősége ilyen szempontból is megnőtt. Az, hogy Kazasztánnak szerepe lehet adott esetben a nyugat olaj és földgáz ellátásában, és főleg ugye a kőolajat illetően. Nyilván megint csak ugye felmerülhet az, hogy az, amit az jó kőolajként hiszékeny módon megvesz adott esetben a nyugat, hogy legalábbis áll módon, az pontosan miféle kőolaj, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy rengeteg ország lett hirtelen kőolajkereskedő nagyhatalom, miután Oroszország boldogott szankciókkal kezdték sújtani, szóval, hogy itt, itt ilyen szempontok is fenn vannak, de, de nyilván itt, itt ez azért egy olyan játék, amiben mindenki egyrészt úgy csinál, mint komolyan venné, másrésztről viszont azért mindig a saját érdekeim mentén próbál Próbál valamit lépni, és éppen emiatt nagyon gyakran ilyen kicsit képmutató, dolgok születnek, olyan dolgokat kérnek számon, amelyeket saját maguk is csinálnak, nyilván Kazasztán esetében is ugyanez állhat fent, viszont éppen emiatt szerintem addig, ameddig politikailag Kazasztán ezt a semleges vonalat folytatja, addig nem valószínű, hogy számítania kellene szankciókra, ha csak nem élesedik a konfliktus, és itt inkább nem is annyira a nyugat és Oroszország, hanem a nyugat és Kína között, tehát hogyha tovább durvulna ez a fajta hidegháborús légkör a amerikai-kínai viszonyban, akkor, akkor lehetne számítani, hogy minden olyan ország, amelyik velük jóban van, az, az, de, de az már ugye nem szankciós rezsim, hanem az, az említett, tehát ez a hideg háborús, amikor két blokk van, és egymástól megpróbálják elszigetelni magukat, de itt még azért nem tartunk. Sajnálom, hogy ennyi időnk volt, sok-sok ajtót nyitottunk ki ebben a beszélgetésben, hát a hallgatóknak egy kis gondolkodnivalót valót adtunk, aztán remélem, hogy lesz alkalmunk majd még beszélni ezekről. A kinyitott ajtókról Kostur András, a XXI. század intézet vezető kutatója volt a vendégem. Köszönöm szépen. Én köszönöm.